Senkit ne tévesztem meg a látszat, Kőszegen nem csak pihenni lehet. Habár számos sportolási lehetőség közül választhatnak az itt élő fiatalok, a jéghoki mindenképp az egyik legnépszerűbb. Honnan jött az ötlet, hogy Kőszegre jégpályát kell építeni? A jégpálya terve az a gyerekeim sportszeretetéből fakadt, és egy ügyfelem üzleti kapcsolatomnak köszönhetően került Kőszegre valójában a pálya. Az ő támogatását a mai napig élvezzük, ő az önkormányzatnál az egyik képviselő, és gyakorlatilag így került Kőszegre a pálya. És kik járnak a jégpályára? Jellemzően két célközönségünk van. Egyszer a hátunk mögött vagy körülöttünk lévő gyerekek, akik sportolási célra veszik részre, vagy sportolási célra veszik a pályát ki, és ugye van a közönség korcsolya, ahol gyakorlatilag a sportolni, korcsolyázni vágyó személyeket engedjük be. De elsősorban a gyerekek miatt építetted? Elsősorban a gyerekek miatt, igen. Elsősorban a sport miatt, a jégkorom miatt, a műkorcsolya miatt, és a többi jeges sport miatt. És egy igazán különleges technikával épült a jégpályáról, tudnál mesélni? Igen. A pálya tervezésénél figyelembe vettük azt, hogy szeretnénk hosszú távon nyitva tartani ezt a pályát, ami azt jelenti, hogy augusztus közepétől április közepéig, és üzemeltetésünknél egy olyan technológiát használunk, ahol ugyanilyen fél mobil pályát építettünk, ami azt jelenti, hogy közvetlenül hűtjük a jeget csövezésen keresztül, és a nyári időszakban viszont nem kell, ha ezt csinálunk, csak leengedni a jeget, és egy aknába eltüntetjük a csövezést, így gyakorlatilag a legnagyobb szabad felület marad utána, amit utána a nyári időszakban száraz edzéseket tudunk, vagy bármilyen más edzésre használni. Sátorról mit lehet tudni? Ez egy egészen különleges sátor, ha jól tudom. A sátor az gyakorlatilag egy szlovén termék, és annyit kell róla tudni, hogy hőszigetelt. Két létrétegből áll, és azért vannak ezek a kis bubok, amiből lehet látni, hogy a két fólia között levegővel szigeteli ezt a sátrat. Jelenleg is ugye érezzük, hogy 4-5 fok van a sátorban, tehát teljesen optimális a jég elkészítéséhez. Mobilis ez a jégpálya, ez mit jelent? Ebben a történetben mi úgy gondoltuk, hogy abban az időszakban, amikor mi nem kívánunk jeget fenntartani, akkor ugye, hogy ezt a pályaszerkezetet el tudjuk bontani két nap alatt, és így gyakorlatilag egy szabad felület marad meg, és ugyanígy körülbelül egy hét alatt lehet újra telepíteni, tehát ennyiben mobil. Nem olyan rég nyitottátok meg a jégpályát, pedig milyenek a visszajelzések, mind a gyerekektől, mind a szülőktől? Az én elvárásaim ott bőven felülműnek, tehát igazán sokkal több gyermekünk van, mint amit elsőre számítottam. Ez a sportolási oldalát látva. A másik oldalon ugye van egy közösség, aki nagyon-nagyon szerette volna már eddig is, hogy megépüljön ez a pálya, úgyhogy nem panaszkodhatok a közösség korcsa időszakában sem. És eddig Kőszegen ez egy hiánypótló sport? Szerintem igen. Én szerintem igen. Tehát ahogy én itt a szülőkkel beszélgetek, illetve a visszajelzéseket kapjuk, nagyon-nagyon szerették volna ezt, ha már korábban is megépül, vagy egy hasonló valami megépül.
De nem csak kőszegi gyerekek járnak nem, ide. Nem. Itt a vonzás körzetben lévő összes gyerek megtalálja a sportolási vagy akár a kocsijázási lehetőséget. Járnak Szombathelyről, de volt már budapesti vendégünk is például. Akik itt a környéken, turisztikai oldalon mondjuk vagy Bükön, vagy Kőszegen eltöltenek egy hétvégét, és akkor programként eljönnek. És ugye nincs vége a fejlesztéseknek, hiszen még terveztek egy lelátót is. Így van, tehát tovább szeretnénk fejleszteni ezt a pályát, szeretnénk a palánkot megemelni, lehetőséget teremteni azzal, hogy további sportolási korosztályok is megjelenjenek ezen a pályán, eredménykijelzővel és egy lelátóval, ahogy említetted.